Sziasztok! Én Vera vagyok, ez itt a Kávé és Mink YouTube csatorna. Hoztam nektek most egy olyan videót, amiben a csatornáról szeretnék beszélni, mégpedig most fél éves a Kávé és Mink, és el szeretném mondani nektek, hogy fél év alatt mennyit fejlődött a csatorna, hogy hanyan lettünk, hogy miket látok én a YouTube-os elemzésben, mert mikor én ezt elkezdtem, nem tudtam, hogy hogy működik, YouTube videók alapján próbáltam rákeresni, hogy mit hol tudok megnézni, és ezek alapján is csináltam meg a csatornát, és most el szeretném nektek mondani, hogy most fél év után hanyan lettünk, hogy haladunk, meg hogy mi a helyzet a csatornával. Lefelé is fogok nézni, mert itt van a kezemben a tablet, és ezen vannak rajta, tehát ezen tudom megnézni a táblázatokat. Kezdjük is azzal, hogy a mai napon hanyan vagyunk a csatornán, 348-an vagyunk a mai nap a csatornán. Ez általában növekszik ilyen napi eggyel. Igazság szerint, akiket én néztem így videósokat, és erről csináltak videót, azt mondták, hogy az első 100 feliratkozót könnyű megszerezni. Nekem nem volt az, mert hogy ugye feliratkoznak a barátaid, a családtagok, meg mit tudom én, ismerősök, és akkor gyorsan megvan a 100. Nekem nem volt ez az élményem, hogy ez ilyen nagyon könnyű lenne, hanem igazság szerint nem tudom, hogy mi alapján lett meg a 100, de meg lett. Nem tudom pontosan, hogy mikorra lett meg a 100 feliratkozó, és utána ilyen napi 1-2 ember iratkozott föl a csatornára, és igazság szerint néha le is iratkozik egy-egy ember. Hogyha ilyen 3-4-en feliratkoznak a csatornára valamelyik videónál, általában ezek a takarítós vlogok, akkor utána a 3-4 emberből van, hogy 2 leiratkozik. Tehát amikor sokan iratkoznak föl, akkor általában le is. Gondolom, meggondolják magukat, ahogy belenéznek a videóba, hogy mégsem nekik való, vagy nem tudom. Úgyhogy így működik a feliratkozás, 348-an vagyunk, aminek én nagyon örülök. Ugye a YouTube valamihez köti, tehát sok mindenhez köti a feliratkozó számot. Van egy közösségfül, ami nekem még nincs meg. Az azt jelenti, hogy ilyen kis üzeneteket lehet kirakni, nem videót, hanem üzenetet, meg ilyen képeket tudsz kirakni, vagy sorsolós kérdezfelelek dolgokat. És ez a közösségfül, ez nekem még nem működik, mert ezt 500 feliratkozóhoz köti a YouTube. Aztán, amikor már minden funkciót enged, ami létezik a YouTube-on, az pedig 1000 feliratkozó után van. Arról nem tudok mit mondani, hogy nézettség után ad-e még valami pluszt, mert erről nem találtam ilyen videókat. És úgy van, hogy a teljes, legalábbis én, ahogy tudom, hogy a teljes elérés 1000 feliratkozó és 4000 nézési óra után van a YouTube-nál. Na, én azt hittem, hogy az 1000 feliratkozó az tök könnyen fog menni, nem megy könnyen. A 4000 nézési óra sokkal több, sokkal könnyebben megy, ugyanis mindjárt megmondom nektek, hogy most ott tartunk, hogy az elmúlt 28 napban 806,6 óra gyűlt össze, és az eddigi összes, az pedig 2856. Tehát ilyen 1200 óra kell már a 4000-hez, és akkor az már megvan. Nem is hittem el, hogy ennyire fejlődik a dolog, pláne azok alapján, hogy van nekem itt egy olyan is, hogy meg tudom nézni minden videó alatt, hogy hányan nézték meg a megtekintéseket, hány órát kaptam én azért a bizonyos videóé, amit megnéztek. Például itt van a Hol Pepco DM Rossmann. Az első 11 napban 4 óra, 11 nap és 4 óra alatt megtekintések 745, ez egész jó. Ugye 348 feliratkozóban és 745-en néztek rá a videóra. Meg az átkattintási arány, hogy hanyan kattintanak át, 7,2, ezt is jónak mondja. És az átlagos megtekintési időtartam, tehát amíg nézik a videót átlagosan, az 5 perc 26 másodperc, tehát egy ilyen
15 perces videót is, csak ilyen 4 perc és 5 perc között nézünk mi, akik nézzük. Én általában végig szoktam nézni a videókat, és meg tudom nézni, hogy nézési órát mennyit nyertem egy adott videóval. Ezzel a videóval mióta fent van, 67,6 órát nyertem úgy, hogy csak 5 percet néznek meg a videóból átlagosan. Tehát van, aki végignézi, van, aki rögtön elkattint, ugye az átlagot néz, és ez az átlag 67 órát jelent nekem, hogy ennyit nyertem ezzel a videóval. Szóval, és hogy még az is itt van, hogy egy ember leiratkozott a videó alatt, aztán 2 fel. Úgyhogy ilyeneket is látok az elemzésbe, ami ugyancsak el tudja venni a kedvemet néha, mert rosszul esik. Viszont amit nagyon sokat nyertem a YouTube-ból, az az, hogy nagyon sokan kommenteltek, velem vagytok az élőkbe is, úgyhogy nagyon jó, szeretek élőket is csinálni, nagyon jó szórakozom. Azt viszont nem tudom megmondani, hogy mikor nyertem el az élőre való jogosultságot. Szerintem azt ilyen 1500 nézési órához kötötte. Úgy emlékszem, hogy kb. Ott tartottunk, mikor egyszer csak észrevettem, hogy engedi az élőt a YouTube, mert ugye nekem nem engedte, addig Instagramon élőztem. Úgyhogy ilyen adatokat látok én. Aztán mit tudok még elmondani? Ugye látom folyamatosan, hogy mennyi feliratkozó van. Nekem ez pirosban van, mert egyszer volt egy kiugró feliratkozásom, és utána ugye mínuszba teszi, hogy kevesebben. Akik engem néznek, azt akarom még megkeresni, hogy hány éves emberek nézik az én csatornámat. Közönség. Amikor nézik a csatornámat, az ilyen 6 óra tájban van délután, és a hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez a 6 óra tájban levő időszak. És akik néznek életkor szerint, úgy van, hogy a 18-24 évesekből 15%, a 25-34 évesekből 33%, a 35-44 évesek közül 39%, tehát ez az én korcsoportom, és a 45-54 évesek közül 11%, az idősebbek már nem néznek, és a 13-17 évesek sem, de szerintem én nem is nekik szólok, mert pont ez a 25 és 44 év közötti korosztály az enyém, így 35 éves, 37 évesen. Úgyhogy igen, nekik szólok szerintem, úgyhogy tök jó. Ahonnan néznek, 73%-ban Magyarországról néznek, nyilvánvaló, mivel magyar a csatorna. Aztán 96%-ban nők néznek, viszont van 3% férfi. Hellóztok! Ez nagyon cuki. És na, ami még érdekes, az a feliratkozók és nem feliratkozottak nézési ideje, ugyanis a nem feliratkozottak 50,8 és a feliratkozott 49,2, tehát 50-50 arányban néznek engem, akik feliratkoztak, és akik nem. Akik nem iratkoztak föl, azokat szeretném megkérni, hogy legyenek szívesek, iratkozzanak fel a csatornámra, és kapcsolják be a kis csengőgombot, hogy lássák, hogy mikor teszek ki új videót. Köszönöm. Nekem ez nagy segítség, ugyanis a YouTube úgy ad meg nekem még egy opciót, amihez hozzá tudok jutni. Úgyhogy ilyen adatokat látok én nagyon örülök mindenkinek, az összes kommentnek, az összes velemérőzésnek, meg ha lájkoljátok a videókat, annak is nagyon tudok örülni, meg egyáltalán, hogy itt vagytok velem. Fél év alatt 348-al lettünk, aminek én nagyon örülök, mert szerintem ez tök jó. És negatív kommentet még nem kaptam. Tehát ilyen, egyszer volt egy olyan, ami nem negatív, hogy nem akarom levágatni a hajamat is. Ennyi, de nem szoktam negatív kommentet kapni. Egyetlen egy ember van letiltva a csatornán, aki minden csatornához ezt a milyen autód van kérdést beteszi. Na hát ő nálam is rögtön megjelent, úgyhogy rögtön törlés, tiltás, amit el tudtok képzelni. Ő az egyetlen, aki be van oda téve a kis sufniba, hogy ő nem láthatja a csatornát. Azon kívül senkit nem kellett még tiltani.
Nem volt még senki bunkó, amit nagyon szépen köszönök. Úgyhogy tök jó tippeket adtok nekem, tök jó, hogy itt vagytok velem, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt van velem. Csináltunk ugye egy nyereményjátékot, amit Damján Klaudia nyert meg, azóta már megkapta a csomagját, aminek nagyon örülök, és köszönöm szépen neki is, hogy itt van, mindenkinek köszönöm, hogy itt vagytok velem, tartsatok velem továbbra is, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, egy fél év múlva megint érkezem egy ilyennel, és megnézzük, hogy hogy haladt a csatorna. El fogom mesélni, hogy hanyan lettünk, mennyi nézési óra, mennyi, hogy mihez jutottam hozzá. Szerintem ez tök érdekes. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Vigyázzatok magatokra, millió puszi nektek. Sziasztok!